A Jumatic előtt a videórögzítés kizárólag ósós, kazetta nélküli típusokon történt. A Jumatic volt az első kazettás formátum, amit bevezettek a piacra. Ezt viszont rögtön professzionális felhasználásra szentek. Televi no joshiki o mattaku kaeta Sony video kasetto no toujou desu. あなたのテレビがそのままオールマイティーにソニーユーマチックカラービデオカセットソニーがテレビを変えましたソニーユーマチックビデオカセット1969-ben mutatták be, és 1971-től volt megvásárolható. A szalag kicsit szélesebb, 3/4 incses, vagyis körülbelül 19 mm. A nevét az U-alakú befűzéséről kapta. Az első készülékek a VO1600-as rekorder és a VP1000 és a VP1100-as lejátszók voltak. A VO1600-ban még volt tuner, de nem volt időzítő és óra benne. Ezt külön az opcionális TT100-zal lehetett hozzáadni. Az első generáció még egyszerű volt, csak felvétel, lejátszás, előre és hátratekerés, valamint pillanat eye funkciókkal. Később kapták meg a továbbiakban alapfelszerelés, jog shuttle vezérelhetőséget, LTC és VITC, vagyis a longitudinális timecode-ot, valamint a videó mellé rögzített vertikális timecode-ot, a lassított lejátszás funkciókat, valamint a Dolby zajszűrőt. 1974-ben a VO3800 lett az első hordozható videó, ami már tűrhető súlyú volt a maga 14 kilójával. Sony U-Matic videókaszetto a tatoe sore ga urabangumi demo chanto kiroku shimasu. Terebi no joshiki o mattaku kaeta nan demo mirareru terebi. 私、うちのビデオ係よ。ソニーユーマチックビデオカセット。1976-ban került bevezetésre a Broadcast Video U-Matic BVU széria highbandként is ismert. Ettől kezdve szokás az eredeti U-Matic formátumot lowbandnek nevezni. Gyorsan népszerű lett a tévés körökben, jobb színei és csökkentett zajszintje miatt. Szintén növelték az FM vívő frekvenciát, 4,8-6,4 MHz-re. Ekkortájt lett bevezetve a piacra a kisméretű kazetta, megkönnyítendő a hordozható készülékek kezelését és cipelését, valamint nem utolsó sorban könnyebbek lettek. A kis kazetta maximum 20 perc rögzítését tette lehetővé, a nagy pedig 60. Ettől kezdve a gépek fel voltak készítve mindkét méretű kazetta elfogadására, de a korábbiakhoz viszont adaptereket kellett használni. A 80-as években a U-Maticot sok stúdió használta digital audio masteringhez. Ekkor jelent meg ugyanis a Sony PCM 1600, 1610 és 1630-as adapter, ami digitalizálta a hangot és egy AL videójelet generált, amit már képes a Magnó rögzíteni, úgy, mintha normál videójel lenne. A CD 44,1 kHz-es mintavételezése ekkor lett kalkulálva, mint a legjobb opció, vagyis a rendszernek működnie kell a PAL és MTSC videó felbontásáv szélességével is. A PAL esetében ez úgy jön ki, hogy 294 aktív sor per félkép, szorozva 50 félkép per másodperc, szorozva 3 minta per sor, vagyis 294×50×3, az pontosan 44.100. A CD Glassmaster üvegmester kópiája a 90-es évek közepéig gyakran készült, az ebből a PCM adapternek a digitális kimenetéből nyert jel lézer általi fény fényérzékeny anyagra történő kivetítésével. A U-Matic az utolsó revízióját 1986-ban kapta meg a Betacamből kölcsönzött SP Superior Performance névvel. A kazetta kromdioxid lett, a frekvenciát pedig tovább növelték, a világosságjel és a színek esetén is. A sorfelbontás is nőtt 330 sorra. A BVU sorozattól pedig 4 videófej lett használva. A BVU 900-as sorozat volt az utolsó U-Matic generáció. A csúcskészülék a BVU 950. A U-Matic mindig megmaradt két csatornás hangnál, viszont kapott TBC-t, időarak korrektort, dropout javítót és dub csatlakozót,
ami egy sokeres kábelen vitte át a képinformációt minimális veszteséggel. Annak ellenére, hogy a Jumatikon túllépett a technológia, nagyon sokáig használták kisebb stúdiók és kábeltévék. Szintén a Jumatik volt az alapja a Betamaxnek és a Betacamnek is. Köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!